Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Tele van, ebben még ülhet, vannak még emberi tetem is. Elindult a Tisztítsuk meg Magyarországot program, mely az elmúlt években felhalmozódott és illegálisan lerakott hulladék felszámolását célozza. Az autósok már használhatják a hét elején átadott új parkolókat a Tököli úti rendelők szomszédságában. A Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal vizsgálja az árokszállási testület feloszlatásának jogszerűségét. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. Elindult a Tisztítsuk meg Magyarországot program, mely az elmúlt években felhalmozódott és illegálisan lerakott hulladék felszámolását célozza. Sajnos térségünkben is sok ilyen esetről lehet hallani nap mint nap. Példaként Jászapáti közigazgatási területén csak július hónapban 23 alkalommal összesen 7620 kg illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze a közfoglalkoztatási iroda dolgozóinak segítségével. Mostantól a felszámolásban már a lakosság is segíthet az ingyen letölthető hulladékradar mobil alkalmazás használatával. A kormány a klíma és természetvédelmi akciótervében döntött arról, hogy Magyarországot meg kell tisztítanunk a jogellenesen illegálisan lerakott hulladéktól. A kormány még júliusban döntött arról, hogy a klíma és természetvédelmi akciótervben foglaltakkal összhangban megkezdi az illegális hulladék lerakók felszámolását az országban. Ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium kidolgozta a Tisztítsuk meg Magyarországot akciótervet. Ebben egymásra épülő intézkedéseket ígérnek, így az illegális lerakók felszámolása mellett olyan hulladék lerakók kialakítását támogatják, ahová jogszerűen lehet majd a szemetet elhelyezni. A program másik fontos eleme egy olyan szankciórendszer bevezetése lesz, mellyel senkinek nem jut majd eszébe közterületen lerakni a szemetét. Mert most bizony olyan helyeken is ott hagyják, hogy az ember haja égnek áll. Ez Jászapátin a Nyár utca. Igen, ez egy utca. Szomorú képet mutat, mert az eredeti funkcióját, magyarul a közlekedést jelenleg nem is képes ellátni, köszönhetően az illegális szemetelőknek. A bűzről vagy az egészségügyi kockázatról már nem is beszélve. Ó, ne is beszéljen semmit, ki se tudok gyűnni, mert levegőzni se. Komolyan. Súlyos, cukorbeteg vagyok, kisbaba is van, kettő, nem tudok még kigyűnni se. Az útra tele van, ebben még ülhet, vannak még emberi tetem is. Ebbe higgye meg. Kis túlzással, ha a tetemet persze nem is találunk, de egy fél utcányi vegyes háztartás és építési hulladékot, az igen. Ez elvileg egy utca, de most úgy néz ki, mintha a Temesvár szegregátum hulladék udvara lenne. Ide hordanak mindenfélét. Ezt a részt az önkormányzat már több alkalommal kitakarította, és több százezer forintos tételről beszélhetünk, egészen az emberek munkabérétől kezdve, egészen odáig, hogy ezeket le kell ezt a nagy mennyiséget helyezni a hulladék lerakóban. Láttam már, amikor hoznak ide? Nem. Nem? Ó, bár csak látnám, mert akkor a rendőröknek bejelenteném. De hogy látom, az a baj, hogy nem látom, mert igaz, én egy magam lakok, behúzódok, ha zaj van, akkor se gyűvök ki. Őszintén megmondom, mert nem lehet. Persze, nem akar az ember nem. Konfrontálódni, megérteni. Nem, meg aztán nem akarom, hogy engem a gyönüssönek. Az a baj, hogy jelenleg csak szabálysértést követel, így relatíve alacsony pénzbírsággal büntethető, aki idehozza a szemetét, nem pedig a kukájával teszi ki. Még hivatalos régió komos zsákokat is láttunk, ide kihelyezve pedig, azt menetrend szerint elviszik. No, az ilyen állapotok megoldásán tud majd változtatni a szigorítást bevezető új kormányprogram, ami részben Jászapáti problémáit is megoldhatja. A legfontosabb, hogy felszámoljuk az illegális hulladék lerakóhelyeket. Sajnos Jászapátin is vannak bizonyos pontok, ahol hétről hétre újra termelődik az illegálisan lerakott hulladék. Ez bűncselekmény, környezetszennyezés és egészségügyi kockázatokat is jelent, valamint az önkormányzat számára jelentős kiadásokkal jár egy-egy ilyen helynek az eltakarítása. Éppen ezért nagyon örültünk annak a kormányzati előterjesztésnek, ami drasztikusan szigorítaná a szemetelőknek a büntethetőségét. Addig, amíg a szigorított funkciókat bevezetik, a lakosságra is számítanak a program végrehajtásában. A hulladékradar applikáció segítségével bárki be tudja majd jelenteni, ha illegális hulladéklerakót lát, így a hatóság meg tudja kezdeni a hely felszámolását.
Az autósok már használhatják a hét elején átadott új parkolókat a Tököli úti rendelők szomszédságában. Egyszerre összesen 65 személygépkocsi számára biztosít férőhelyet a 200 millió forintból megépített parkoló. A fejlesztés része a buszpályaudvar és környéke megújítási programjának. A beruházás egésze várhatóan október elejére készül el teljesen, amikor már a Tököli és Rákóczi utak kereszteződésében kiépített lámpás jelzőrendszert is használatba vehetik a közlekedők. A Tököli úti parkolót, ami most itt mögöttem látható, átadjuk a város lakóinak. Budai Lórend polgármester adta át a Tököli úti orvosi rendelők mellett megépített új parkolókat hétfő délelőtt. Egyszerre összesen 65 személygépkocsi számára biztosít férőhelyet a közel 200 millió forintba került új létesítmény. Kialakítottak két darab mozgássérült parkolót is, valamint kiépítették a megfelelő csapadék vízelvezetést, illetve korszerű világítással is kiegészítették a fejlesztést. A polgármester szerint nem volt egyszerű végigvinni a beruházást. Ez a beruházás is hemzsegett a problémáktól, akár tervezési, akár kivitelezési szinten, de azt gondolom, hogy ezt olyan módon sikerült megoldani, hogy abból a város lakói nagyon keveset, vagy éppen semmit nem vehettek észre. Itt nagyon klassz, nagyon szép parkoló került átadásra a mai napon, és nagyon bízok benne, hogy ez a jövőben is így folytatódni, minden nehézséggel megküzdve, szépen lassan, de ezeket a projekteket rendben meg tudjuk valósítani. Az eredeti tervekben 35 személygépkocsi, 5 busz, illetve egy mozgássérült parkolót terveztek a helyszínre, de az új városvezetés szerint inkább személygépkocsi parkolók megépítésére volt szükség a belvárosban. Ráadásul időközben kiderült az is, hogy az altalajt még úgy is komolyan meg kellett erősíteni, hogy a helyszín a személygépkocsik számára használhatóvá váljon. A szükséges plusz finanszírozást a beruházásra érkező többlettámogatásból, egyéb pályázati forrásokból, illetve önkormányzati önerőből finanszírozták. A buszpályaudvar és környékének felújítási projektje, amelybe a parkolóépítés is beletartozott, összességében több mint 800 millió forintba került. A város 2017-ben nyújtott be pályázatot a fejlesztésre, és 496 millió forintos támogatást nyert. Az összetett fejlesztési program kivitelezése tavaly kezdődött. Kaptunk egy új buszpályaudvart és környezetét. A Volán társaság időközben felújította az állomási épületet, tehát az gyakorlatilag az egész környék rendezésre került. A Tököli út és Rákóczi út igen forgalmas kereszteződésében egy lámpás kereszteződés került kialakításra. Ettől mi azt várjuk, hogy a reggel, illetve a délutáni csúcsokat ezentúl sokkal kényelmesebben, sokkal komfortosabban tudják megvalósítani a városlakók, át tudnak rajta haladni kényelmesen. Ezek a lámpák már ilyen modern lámpák, tehát kamerával felszereltek, ami azt jelenti, hogy figyelik a forgalmat, és amelyik irányból a nagyobb terhelés érkezik, azt a forgalmi irányt fogják jobban engedni. A buszpályaudvar, valamint a Tököli út és a Rákóczi út kereszteződésében kiépített jelzőlámpás rendszer átadás-átvételi eljárása megkezdődött. A beruházást várhatóan október elején adják át teljes egészében a forgalomnak. A JRK vezetősége közösségi oldalán tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az NB1-es csapat egyik 18 éves játékosának COVID-19 tesztje pozitív lett. A csapat többi tagja és az edzők is tünetmentesek, de a kötelezően előírt járványügyi protokollt betartva 14 nap hatósági karanténba kellett vonulniuk. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. A Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal vizsgálatot folytat a Jászárok Szállási Képviselőtestület feloszlatásáról. 581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, és Torma János születésének 150. évfordulója alkalmából szerveztek jubileumi emlékestet és kiállítást. Rövid híreink következnek. Szavazást kérek arról, hogy feloszlatja-e magát a testület. Ez név szerinti szavazással történik. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal vizsgálatot folytat a Jászárok Szállási Képviselőtestület feloszlatásáról. Erről dr. Gábris Emese jegyző is tájékoztatta a lakosságot a település honlapján. Értesüléseink szerint a vizsgálat oka, hogy írásos előterjesztést nem nyújtottak be a feloszlatással kapcsolatban, így annak napirendre vételéről sem döntöttek a képviselők is, később nem is tárgyalták azt. Csak a név szerinti szavazás után később indokolták meg döntésüket. Jelenleg a kormányhivatal bekérte a jegyzőkönyveket, melyek benyújtására 5 nap áll rendelkezésre. Ameddig a kormányhivatali vizsgálat nem zárul le, nem lehet időközi választást kiírni. 581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 14.460 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 krónikus beteg, így az elhunytak száma 654 fő, 4.153-an pedig már meggyógyultak.
Az aktív fertőzöttek száma 9653 fő. 324 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen. Fontos, hogy mindenki viseljen maszkot, tartsa be a védőtávolságot, a lehető legtöbb esetben fertőtlenítsen, vagy mosson kezet és betegen ne menjen közösségbe saját, illetve embertársai védelmében. A Jászberényben nevelkedett festőművészre Torma Jánosra emlékeztek kedd délután. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Torma János emléktávja táblája előtt, ugye itt lehet 2001-ben állítottuk, és most a születésének 150. évfordulója alkalmával szépen összejöttünk. A kerek évforduló alkalmából szervezett jubilómi emlékest és kiállítás Torma János emléktáblájánál koszorúzással kezdődött, ahol közösen emlékeztek a város előjárói, múzeumigazgatói és művészetkedvelői. A rendezvény a Szikra galériában folytatódott, ahol Szikra István köszöntője után dr. Rész Lóránt orgonaművész műsorát élvezhette a közönség. Ezután N. Kovács Zita művészettörténész beszélt Torma János helyéről a magyar művészettörténetben. Egy nagyon izgalmas korszak, egy jelentős alkotója volt Torma János, hiszen a nagybányai művésztelep alapítójaként a modern művészet egyik fészkében kezdte a pályafutását. Az est dr. Bai Miklós műgyűjtő és Szakál Aurél a Torma János Múzeum igazgatójának előadásával folytatódott. A 25 torma képből álló kiállítás október 10-ig a képtár nyitvatartási idejében látogatható. További részleteket a jubileumi torma kiállításról a pénteki Hír 18-ban hallhatnak. Ezek a mai fiatalok címmel nyílt meg az Új Generáció Programok Özgimis kiállítása a Jászberényi Főnix műhelyben szombaton délután. A rendezvény sorozat utolsó eseményén a város összes középiskolájából szerepelnek tehetséges diákok, társadalomkritikus gondolatébresztő alkotásokkal. A kiállítást Koncz Gábor képzőművész nyitotta meg. Ezek a mai fiatalok, mondjuk legtöbbször pejoratív értelemben, ám pontosan erre szeretett volna rácáfolni az Új Generáció Programok sorozat utolsó rendezvénye, amely szombaton délután nyílt meg a Jászberényi Főnix műhelyben. Az özgimis kiállításon a város összes középiskolájából szerepelnek tehetséges diákok különböző technikákkal készült alkotásai. Ez alkalommal tehetséges gimnazista diákok társadalomkritikus alkotásainak adtunk teret, változatos technikával készült gondolatébresztő rajzoknak, festményeknek, fotográfiáknak, melyek rámutatnak, hogy ezek a mai fiatalok, akiket gyakran érnek közhelyes vádak, bizony reagálnak a körülöttük történtekre, inspirációt merítenek belőlük, ilyen módon alakítják, formálják jobbá, többé a világot. A tárlat megnyitója Galsi Olga slam poetry előadásával, majd Kisenikő fuvola játékával folytatódott. Az online világ kitágítja az új generáció énjének határait és alakítja identitásukat, mondta Koncz Gábor képzőművész, aki a fiatalok alkotásait ajánlotta a közönség figyelmébe, és egyben meg is nyitotta a kiállítást. Óriási öröm, ha azt látom, hogy az új nemzedéken, hogy kilépve az online térből, egy valós térben képesek kibontakozni. Nem is akárhogy. Öröm, hogy használják klasszikus technikákat, öröm, hogy azt látom, hogy érdekli őket a képzőművészet. És öröm, hogy a világalkotott gondolataikat alkotásprogramon elénk tárják. Nagyon fontosnak tartom az ilyen jellegű bemutatásokat az ekkorosztály számára, hiszen számukra is nagyon fontos a pozitív visszajelzés, illetve az évidő kritika. A diákokat munkáik technikájáról, inspirációikról kérdeztük. A testvéreimről és a kórustársaimról csináltam fényképeket. A szőkehajú lány a kisebbik testvérem, és gyönyörű szép szőkehaja van, és ezzel a képpel azt akartam, a haját akartam hangsúlyozni, hogy ilyen hajkoronát csináltunk a képen. A bátyám bíztatott, meg a tanár uram, ők karoltak föl igazából. A szénrajzot azt kb. Fél évre ezelőtt kezdtem el, az ő csak grafittal rajzoltam. És embert rajzolni kb. Két éve rajzolok, nem is sok idő szerintem. Az egészet teljesen magamtól tanultam, szóval nem tanított tanár vagy egyéb más művész. A legfőbb inspiráció ugye változó, ugye ez esetben a filmek világa nagyon
nagy hatással van rám, és kedvenc színészem mondhatni. Itt ugye ez esetben a társadalom kritikai feladatot próbáltam megvalósítani, képre vinni. Ugye a mai fiataloknak a, hát a ilyen káros szenvedélyeit próbáltam úgy képre vetíteni. Az új generáció programok munkatársai uniós pályázat keretében szerveztek fiataloknak szóló programokat. Eseményei között szerepeltek filmvetítések, kiállítások, zenei koncertek és vlogger előadások is. Ez utóbbi három kategória aratta a legnagyobb sikert, esetenként 100 fölötti részvevő számmal, mondta el Sinka Judit szervező, aki arra is kitért, mennyivel volt nehezebb a dolguk a vírushelyzet miatt, és milyen fontos lenne folytatni ezt a sorozatot. Ez egy iskolai etapra, tehát a tanévre szeptembertől júniusig lett felfűzve, és hát így akkor csúsztunk, és már a gyerekek nagy része még egy ideig otthon voltak, de aztán mindenki szaladt a Balatonra meg az Adriára, és nagyon nehéz volt összeszervezni, de hát azért, ahogy említettem is, voltak nagy létszámú előadások. A JRK vezetősége közösségi oldalán tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az NB1-es csapat egyik 18 éves játékosának COVID-19 tesztje pozitív lett. A csapat többi tagja, valamint a felnőtt csapat körül tevékenykedő edzők tünetmentesek. A kötelezően előírt járványügyi protokollt betartva 14 nap hatósági karanténba kellett vonulniuk. Yes. Augusztusban látogattuk meg a röpis csapatot a felkészülés közben az őszi idényre. Akkor a Nagy Boldogasszony iskola tornacsarnokában egy nagyon fiatal korosztály tréningezett, ami nem véletlen, hiszen egy új csapatot igyekeztek építeni. A felkészülést viszont megszakította a jelenleg egyre szélesebb körben fertőző koronavírus járvány. Erről közösségi oldalán számolt be a Jászberényi Röplabda Klub hivatalos közleményben. Sajnálatos módon egy 18 éves játékosunk pozitív tesztet produkált, ezért az egész stábot, a csapattal, az edzőket, a gyúrókat 14 napra karanténbe zárták. Remélhetőleg a mintavétel után, ami remélhetőleg negatívnak sikerül, tudjuk folytatni majd a munkánkat. A felkészülés hajrájában nem jött jókor a kéthetes kényszerpihenő, ami visszavetheti az eddigi jó lendületet. Hát nagyon visszaveti, hiszen egész nyáron dolgoztunk, most pedig hát otthon bizonyos dolgokat tudunk csinálni, főleg erőléti, de hát a bajnokság 24-én kezdődik, ha minden igaz, 19-én kiszabadulunk a karanténból, és 20-ától fel 3 nap edzéssel tudunk a bajnoki rajton játszani. A JRK vezetésének új stratégiája, hogy nem rakott jelentős terhet az NB1-es fiatal csapat számára, nem az eredményt tekintik a legfontosabbnak, hanem azt szeretnék, ha élveznék a játékot és a lehetőségekhez mérten minél több meccset nyernének. Továbbra is rendkívül népszerű a Jászárok szálláson hosszú évek óta megrendezett futárok futóverseny. Az idén vasárnap megrendezett hagyományos közösségi versenyen ez alkalommal is több százan vettek részt. A legfiatalabbaktól az idősekig minden korosztály képviseltette magát. Az eseményre ez alkalommal is az ország számos pontjáról érkeztek a futósport kedvelők. Évtizedek óta hagyomány már Jászárok szálláson, hogy a helyi tájfutó közösség tagjai évről évre megszervezik a futárok elnevezéssel zajló közösségi versenyt. A város kitüntetettje Petró Géza szervező munkája nyomán népszerűvé vált rendezvény előkészítését és lebonyolítását néhány éve a futók újabb generációja vette át. Az immár főszervező Spisák Ács Adrián már gyermekként is részt vett a versenyen. Óriási nagy szeretettel, szívvel csináljuk, úgyhogy mindig erőt és energiát merítünk ebből. Az online nevezésünk 520 főnél volt, míg le nem zárult a nevezés. Helyszínen is lehetett nevezni, közel 600 főt mondhatnék a indulóknak a létszámára. Közel 600 résztvevő 3300 méteren 9 egyéni korcsoportban, női és férfi kategóriában, és 6600 méteres távon, női és férfi abszolút kategóriákban versenkedtek a helyezésekért, illetve meghirdettek csapat és családi kategóriákat is a nevezők számára. A 3300 méteres táv abszolút győzteseként a jászberényi Vince Ákos érkezett célba. 2011 óta triatlonozok, úgyhogy már
lassan tényleg 9 éve. Itt a futárokon már jöttem 2017-ben, amikor újra megrendezték. A tavalyi évet sajnos ki kellett hagynom, de szerencsére most nem ütközött másik versennyel, így el tudtam jönni a versenyre. Miért szereted, miért tetszik neked ez a verseny? Nagyon jó a rendezés, tényleg sportszeret emberek vannak, futásszeret emberek. A frissítés is nagyon jó. Hát most kicsit meleg volt, de gyorsító edzésnek jó lesz a következő versenyekre. Idősek és fiatalok együtt futnak évről évre. A legtöbbük számára ez a program nem a versengésről, hanem a kellemes vasárnap délelőtti kikapcsolódásról szól. Persze mindenki igyekszik a legjobbat nyújtani. A 11-12 évesek kategóriájának egyértelmű győztese volt Lázár Noel, de abszolút rangsorban is előkelő helyen ér célba, és már nem először járt a verseny miatt Jászárokszálláson. Miért szereted ezt a versenyt? Hangulatos, hát kell hozzá kitartás, és mert szeretek futni. Miért gondolta úgy, hogy teljes menetfelszerelésbe futja le ezt a távot, illetve korábban vett már részt ezen a rendezvényen? Vettem rajta már részt, a tavaly évben ugyanígy menetfelszerelésben futottam. Idén azért szerettem volna ezt így lefutni, nem csak azért, a hagyomány szeretném teremteni ezzel, hogy minden évben így szeretném lefutni, hanem azért, mert ugye a vírushelyzetre való tekintettel az összes tűzoltóverseny, illetve a tűzoltó erőverseny is ugye le van mondva, és így ugye valamivel kompenzálni kellett a fizikai igénybevételt. A szervezők már most biztosak abban, hogy a jövőben is megrendezik Jászárokszálláson a hangulatos versenyt. Sőt, azt remélik, hogy később a következő generáció számára is továbbadhatják a stafétát. Nagyon szeretnénk, hogy ha majd mi is kiöregedünk ebből a versenyszervezésből, akkor legyenek fiatalok, akik tovább viszik majd. Híradónk végén mutatjuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Tele van, ebben még gulehet, vannak még emberi tetem is. Elindult a Tisztítsuk meg Magyarországot program, mely az elmúlt években felhalmozódott és illegálisan lerakott hulladék felszámolását célozza. Az autósok már használhatják a hét elején átadott új parkolókat a Tököli úti rendelők szomszédságában. A Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal vizsgálja az árokszállási testület feloszlatásának jogszerűségét. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon. Hordjanak szakszerűen maszkot, mossanak minél gyakrabban kezet és tartsák a védőtávolságot. Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok! Stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.